Do you want to believe this thing? Yes. I love you, but... Can I get a stand real quick? Amen. It's a real privilege to speak to leaders. It's wonderful to be with people who are kind of searching and trying to find their place. But I have a big heart for leaders. And I hope that's who I'm speaking to. Any leaders out there? Amen. Well, I know this is the after the lunch session, so most of you are going to sleep. But I'm going to warm them up for Pastor Joseph when he comes in just a little bit. I want to talk to you about hands-on leadership. Én arról a vezetési stílusról szeretnék beszélni, amikor rajta van a kezünk, a munkán. Before I moved to this nation, I visited on a few missions trips. Mielőtt ide költöztem ebbe az országba, jó néhány missziós útra elmentem. And on one of those trips, I had my mother with me. És az egyik ilyen missziós útra elkísért az édesanyám. And you know, Americans just don't realize how much Europeans walk. És tudjátok, az amerikaiak nincsenek tisztában azzal, hogy az európaiak mennyit gyalogolnak. You know, we have a culture of driving, and you guys have a culture of walking. Nálunk autóvezetési kultúra van, nálatok pedig gyaloglási kultúra. And it's great, and my kids, my family, we love that. We love that about Europe now. It's awesome. Ez egy remek dolog, és azóta a feleségem is, a gyerekeim is, én is nagyon megszerettük ezt. But my mother was not prepared for the level of hiking that we were going to do in Budapest. De az anyukám nem volt teljesen felkészülve arra, hogy mennyi gyaloglás vár majd ránk Budapesten. And early on in the trip, she injured her heel. És még az út elején megsérült a sarka. And so while we were seeing this beautiful sight, és ahogy mi ezt a gyönyörű műemlék épületet néztük, she was sitting in the hotel room. Ott ült a szállodai szobában. While we were looking at St. István's Cathedral and Hero Square and all these beautiful places, mi elakadtunk a Szent István székesegyházhoz, meg a Hűső terére, meg sok gyönyörű helyre. She was stuck in the hotel room reading a book. Ő pedig ott maradt a szállodai szobában és olvasott. Now I want you to think about going to some famous places in the world and being stuck in the hotel room. Most szeretném, hogyha belegondolnál abba, hogy milyen lenne eljutni a világ gyönyörű és híres tájaira, és ott ragadni egy hotel szobába. In fact, I've prepared some photos for you, so let's see what we have here. Készültem néhány fényképet. Where is this? Hol készült ez a kép? Who knows where this is? Ki tudja, hol készült ez a kép? This is Times Square in New York City. Times Square, New York. What's the next one? És a következő? What is that? The Statue of Liberty. That's right. The French loaned it to us. We still got it. Franciák kölcsönadták nekünk, azóta is nálunk van. All right. What else have we got? Aztán mi van itt? Yeah, could you imagine going there and not seeing this? El tudjátok képzelni, hogy elmentek volna, és a végén nem tudjátok megtekinteni. All right, what else? Mi van még? Where is this? Prague, that's right. Prága, the Charles Bridge, right? A Károly. How could you go to Prague and not walk on the Charles Bridge? Hogy lehet elviselni ezt, hogy elmész Prágába, és nem tudsz végigsétálni a Károly? What else? Mi van még? Paris. It wasn't as good as mine. Paris. Very good. I mean, wouldn't it be awful? Okay. This is where we all wish we were. Where is this? Hawaii. I wish the conference was at Hawaii. That would have been... How many of you are in favor of the conference next year in Hawaii? That would be... I'm there. Let's do it. No, I have to take me. Let me just tell you this. What is lacking in most ministries is the space and opportunity to experience God.
A legtöbb szolgálatból éppen az a hely és lehetőség hiányzik, hogy Isten megtapasztalja. The ability to experience the work of ministry. Az a képesség, hogy belekóstoljunk a szolgálat munkájába. I want you to listen closely to what I'm about to say. Szeretném, ha nagyon figyelnétek arra, amit most mondani akarok. What separates most growing ministries from those that aren't isn't a question of prayer or faithfulness. A legtöbb növekvő szolgálatot nem az különbözteti meg a nem növekvőktől, hogy többet imádkoznak vagy hűségesebbek. But rather opportunity. Hanem inkább a lehetősége. I want you to chew on that for a moment. Szeretném, ezt egy kicsit megrágnátok. What separates most growing ministries from those that are not isn't a question of prayer or faithfulness, but rather opportunity. A növekvő szolgálatokat a nem növekvőktől nem az ima vagy a hűség különbözteti meg, hanem a lehetőség. The Bible says this in the book of Psalms, chapter 34 and verse 8. A 34. Zsoltár 8. versében azt mondja az ige. It says, taste and see that the Lord is good. Ízlejétek és lássátok meg, hogy jó az Úr. Did you hear what the Bible said? Taste and see. Hallottátok, mit mond az ige? Ízlejétek és lássátok meg. How many of you enjoyed the lunch earlier? Hányatok, hogy ízlett az ebéd? Huh? Okay, 4 people enjoyed the lunch. Did you enjoy the lunch? Finom volt az ebéd. Now, what if I had brought you into the room and describe to you how good the food is, but when you went to eat it, I smacked your hand. Mi történt volna, hogyha bevezetlek a terembe, leírom neked, hogy milyen finom lesz az ebéd, milyen csodálatos incsikladó ebéd vár rád, és utána, amikor megpróbálsz nyúlni érte, akkor rájtok a kezedre. I don't want to see the food. I want to taste the food. Én nem csak látni akarom az ételt, meg akarom kóstolni. Am I the only one? Csak én vagyok egyedül így. Now, one of the greatest illustrations that I ever saw in my life, I want to talk to you about. Szeretném most mesélni nektek az egyik legjobb illusztrációról, amivel életemben találkoztam. I'm going to have a little difficulty bringing this to a European context, so I want you to just work with me a little bit. Lehet, hogy kicsit nehéz lesz európai kontextusra átültetni, úgyhogy hordozhatok el. Everybody in America that is sane loves Krispy Kreme donuts. Amerikában minden étkező ember szereti a robogós krémes fánkot. We got an amen on that. We got people clapping their hands just from a picture of the Krispy Kreme donut. Emberek elkezdtek tapsolni és éjjelezni, pedig még csak a képét látják ennek a bizonyos fánknak. If a pastor can't preach well enough to get an amen, he just needs a good picture of the Krispy Kreme donut. Ha egy pastor nem tud elég erőteljesen prédikálni ahhoz, hogy ámeneket kapjon, elég egy ilyen kép a háta mögé. Everybody loves Krispy Kreme donuts. Ezeket a fánkokat mindenki szeret. They ooze everything that is good and right about desserts. Ami jó és finom lehet egy desszertben, az ebben mindenben megtalálható. And I was in a church service, and it wasn't, we're kind of casual in this setting. Egy gyülekezeti alkalmam voltam, és elég kötetlen volt a légkör. But this was a meeting with a lot of high-powered men wearing very nice suits. Bocsánat, itt most elég kötetlen a légkör, de ott nagyon magas pozíciójú, nagy befolyásra bíró emberek voltak együtt öltönyben. You know, serious men of God. Isten komoly emberei. And they were in this meeting, and the pastor got up and he started talking about Krispy Kreme donuts. Ott voltak ezen az alkalman, és akkor felállt a pásztor, és a Krispy Kreme fánkokról kezdett el beszélni. And he pulled out from the podium a box of fresh Krispy Kreme donuts. És lenyúlt a szószék alá, előhúzott egy dobozt, ami tele volt friss, illatozó fánkkal. And you could hear, just, you know, everybody in the room. És hallani lehetett, hogy mindenki felsúlyt. And he said, who wants some of these donuts? És akkor megkérdezte, hogy ki szeretne enni ebből a fánkból. Come and get them. Gyertek, kóstoljátok meg. Well, there was a small group of teenagers over to the left side of the sanctuary. A terem bal oldalán volt egy kis csoport, 10 éves. I think there was one broken rib and one broken ankle as these teenagers sprinted out of their chairs to come and get the donuts. Szerintem egy borda és egy bokatörés biztos
pontosan történt, mikor ezek a tizenévesek elindultak, vagy sprinteltek a pódium felé, hogy megkóstolják a fát. They were not going to be denied the goodness of the Krispy Kreme donut. Ők nem akartak lemondani ennek a fántnak a finomságát. Now, Krispy Kreme donuts are messy. És hát aki evett már ilyet, tudja, hogy elég maszatos. So here's this group of men all wearing their suits, and not one of them made a move to come down and get a donut. És képzeljétek, ott ült ez a sok öltönyös férfi, és egyetlen egy sem állt fel közülük. I'm not talking about thin pastors, I'm talking about big men. És nem ilyen kis vékony pénzű pásztorokról beszélek, hanem nagy darab emberekről. You know, not fat pastors, all right? Really, let's just say what it was. These men, they were no stranger to the Krispy Kreme anointing. Ennek a fának a keretét jól ismerték. But they were so concerned about what somebody might think if they got out of their seat and came down for a donut that they wouldn't do it. De annyira aggasztotta őket az, hogy mit fog róluk gondolni valaki, hogyha ők most felállnak és előre jönnek egy fánkért, inkább nem is tették. Can I just tell you as a leader that everyone is watching and they notice what brings out your passion? Yeah. Azt szeretném mondani neked, mint vezető, hogy mindenki figyel téged, és figyeli azt, hogy mi az, amit tűzzel tölt el. They notice about the things that excite you. Észreveszik, hogy mi az, ami tűzbe hoz. They know if you love the people. Tudni fogják, hogy szereted-e az embereket. They know if it's about your ego. Vagy tudni fogják, hogy az énedről szól az egész. They know. These young people, they didn't care that the donuts were messy. A fiatalok, a tizenévesek nem törődtek vele, hogy mennyire maszatolják össze magukat a fánkkal. You know, the second thing I want to tell you here is that they wanted a taste. And they didn't care that it was going to get messy in their hand. Ők meg akarták kóstolni, és nem törődtek vele, hogy összepiszkódik a kezük. If you're going to begin doing anything significant for the kingdom, hogyha bármilyen jelentős szolgálatba fogsz a királyság terén, I can promise you it's going to get messy at some point. Megígérhetem neked, hogy előbb-utóbb maszatos és zűrös lesz. There's a reason that people say change is difficult. Nem véletlenül mondják az emberek, hogy a változás nehéz. Pastor Philip, do you know why they say change is difficult? Philip Pastor, tudod-e, hogy miért mondják, hogy a változás nehéz? Because it is. Azért, mert az. Yeah. If you begin to do something new and fresh like those donuts, it's going to be messy. Hogyha valami új és friss dologba vágsz bele, mint ezek a fánkok, akkor ez maszatolós lesz. You know, people have problems. Tudtad, hogy az embereknek vannak problémáik? People are messy. Az emberek is zűrösek. And so am I. Én is. We're flawed. Mindenki. Senki sem tökéletes. But this next generation that's coming up? De ez a következő felnevekvő nemzedék. They're tired of our rhetoric. Már belefáradt a szavaklatainkba. They just want a taste, and they don't care where it comes from. Ők csak meg szeretnék kóstolni, és nem is érdekli őket, hogy honnan jön. They are trying everything in the world to find happiness and purpose in life. Mindent kipróbálnak az életben, hogy megtalálják a boldogságot és az életcélt. Your church, your ministry has the donuts. A te gyülekezetednél, a te szolgálatodban ott vannak a fánkok. And as leaders, we need to allow people access to the plow. Write that down. És írjátok ezt fel, nekünk vezetőknek meg kell engedni, hogy az emberek oda jöjjenek, és az elke szolgálat. Can you imagine inviting somebody, say, come with me on a trip to Hawaii? El tudod képzelni, hogy valakit meghívsz, gyere el velem Hawaii. You have got to see Hawaii, it's amazing. Muszáj meglátod Hawaii, mert annyira gyönyörű hely. There's volcanoes and there's the ocean, the water, it's magnificent. Vannak ott vulkánok is, meg hát az óceán vize, az valami gyönyörűséges. And then you take them to Hawaii. És elviszed Hawaii-ra. And you say, you know, on second thought, you better stay in the room. És utána azt mondod neki, mikor odaértek, hogy
Hát most, hogy így jobban meggondolom, jó lenne, bemaradnál a hotelszobában. You know, there's a big world out there. You may run into some trouble. You probably need to stay here where it's safe and neat and orderly, so we don't run into any problems. Túl nagy a világod, akint túl sok veszélyes elkedik rád. Maradj itt a szobában, ahol minden szép és tiszta, rendezett, nehogy valami baj legyen. For sake of time, I'm not going to read this entire scripture, but in Luke chapter 9 and beginning in verse 57 through 62, there's an interesting portion. Az idő rövidsége miatt nem fogom felolvasni az egész szakasz, de a Lukács 9:57-62-ig van egy nagyon érdekes ilyen szakasz. I want you to focus on verse 62 with me. Szeretném, hogyha a 62. versre összpontosítanak. Jesus is talking about what it means to follow him, the sacrifice that's involved in following him. Jézus arról beszél, hogy mit jelent őt követni, milyen áldozatot kell ezért hozni. And this is it's a strong scripture. I mean, Jesus is not messing around here. És ez egy nagyon erőteljes igevers. Jézus nem kerülgeti a forrókát. He's really talking about commitment. And I tell you, you know, we can preach this hard message from this passage. Ő tényleg odaszállásról beszél, és nagyon kemény üzenetet lehet kihozni ebből az igéből. But when I was reading it recently, something stuck out to me. Amikor nemrég újra olvastam ezt a szakaszt, valami kiugrott. In verse 62, Jesus says this. 62. versben azt mondja Jézus. No one who puts his hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God. Aki az ege szolgára veti a kezét és hátra tekint, az nem méltó az Isten országára. I had this aha moment. All of a sudden, you know, it became clear to me. És akkor hirtelen felgyulladt a villany. You see, there's something very significant that happens when we put our hand to the plow. És felismertem, hogy valami nagyon jelentős dolog történik, amikor az ege szolgára vetjük a kezünket. When we experience the work of ministry firsthand. Amikor első kézből tapasztaljuk meg a szolgálatot. The satisfaction of feeling useful and knowing that we're making a difference for the kingdom. Az a megelégedettség, ami abból fakad, hogy hasznosak vagyunk a királyság számára. If you're taking notes, I want you to put this down. Aki jegyzetet szeretném, hogy feltétlenül írja fel ezt. God designed us to participate. Isten a részvételre teremtett bennünket. God designed us to taste what he is doing in the earth. Úgy tervezett meg bennünket, hogy vegyünk részt abban, ami itt folyik a Földön. I want to look at one last scripture. Még egyikét szeretnék megnézni veletek. It's found in the book of Ephesians, chapter 2. Az Efézusi levél második részében található. And beginning with verse 8. A nyolcadik verstől kezdődően. Now this is not just any scripture, this is like church doctrine 101 right here. Ez nem is akármilyen ige, ez az egyház felépítésének az alapigéje. Now listen to what the Bible says. It says, for it is by grace that you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God. Mert kegyelemből tartottatok meg hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. We've been saved by grace. Nobody can earn it. A kegyelem nem tett meg bennünket, ezt senki nem tudja kiérdemelni. He goes on to say, it's not by works, so that no one can boast. Utána így folytatja, nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. Now listen to verse 10. És figyeljétek csak meg a tízes. In light of what we've been discussing. Annak fényében, amiről eddig beszéltünk. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works. Mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre. Which God prepared in advance for us to do. Amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. God crafted you. Isten alkotott meg téged. He molded you and shaped you. Ő formált meg. For a work. Egy munkára. Not for a pew. Nem arra, hogy a sorban üljél. Not for a you haven't been molded. This is the mold that most people have. A legtöbb ember ilyen formára alakult. I want you to know this is not the mold. Right. De én szeretném, hogy tudnátok, hogy ez nem erről szól. This is not what God crafted us to do. Isten nem erre tervezett el bennünket. We have been created in Christ Jesus. Krisztus Jézusban teremtett meg bennünket. We have been formed and prepared to do a good work. Úgy formált meg, és arra készített fel, hogy jó cselekedjünk. Leaders, listen to me. Vezetők, figyeljetek rám. It is our duty. Ez a feladatunk. It is our obligation. Ez a kötelességünk. It is our call. Ez a
ez az elhívás. To help people place their hands on the ministry that God has chosen in advance for them to do. Segítsük az embereknek első kézből megtapasztalni azt a szolgálatot, amire Isten felkészített őket. Praise team can get in place. Dicsőítők elfoglalhatják közben a helyüket. My life-giving leadership lesson is simple. Az életet adó vezetőknek szóló leckém egyszerű. Are you ready? Készen vagytok rá? Share the donuts. Yeah. Hozd el a fánkokat. Do you get it? Értitek? Share those donuts. For goodness sake, we've got the greatest thing known to mankind. Let's stop acting like no one can share in it but an elect, select, elite group. Ogy másoknak is a fánkokból. Miénk a világ legcsodálatosabb, legnagyszerűbb dolga. Nem tehetjük meg, nem viselkedhetünk úgy, mint hogyha csak egy kiválasztott néhány kevésnek juthatna meg. Let's stop acting like you have to have a 6-year Bible degree before you have a right to say anything about Jesus. Ne tegyünk úgy, mint hogyha legalább 6 éves bibliaiskolai kurzust kellene elvégezni ahhoz, hogy valaki kinyithassa a száját és Jézusról beszélhessen. Jesus took ordinary men and he called them out to follow him. Jézus egyszerű hétköznapi embereket választott ki és elhívta őket, hogy kövessék. When people heard these ordinary men talk, és amikor ezeket az egyszerű embereket meghallották beszélni, milyen izgatottság történt. It said they knew they were ordinary men. Azt mondja, az igen, tudták róluk, hogy egyszerű emberek. But there was something different about the way they spoke. De valahogy mégis máshogy beszéltek. You know why? Tudjátok miért? They've been with Jesus. Mert Jézussal voltak. Tasting the donuts. Megkóstolták a fánkot. Come on. I want you to stand. We're going to worship. Kérlek, álljatok fel, dicsőíteni fogjuk az Urat. And then Pastor Joseph is going to come and minister to us some more. És utána József pásztor folytatja a szolgálatot.
Thank you for the invitation. Thank you, Steven. Also, thank you, Pastor Kirk, Pastor Philip, that you invited us to be here. I would like to share a couple of thoughts with you today. First of all, I would like to read a scripture from Proverbs 4:23. All of us know this scripture very well. Az ige követését mondja. And it says the following. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Szeretném még hozzáolvasni a Lukás 12:15-21-ig. And let's move on to Luke's Gospel. Igen, Lukás 12:15-21-ig. Chapter 12, I'm looking for it. Olyan rossz, hogy nem látlak benneteket, ti látok engem? I cannot see you. Well, nem látlak, do you see me? Probably you see me. Tudunk egy kicsi nagyobb fényt csinálni, köszönöm szépen. Nagyszerű. It's much better. Oh, okay. There's more light on the stage. So let's look at Luke chapter 12 and verses. Okay, az igaz mondja. Mondd azért nékik, meglássátok, hogy eltávoztassátok a terhetetlenséget, mert nem a vagyonnal való bővölködésben van az embernek az ő élete. És mondanék így egy példázatot szólván. Egy gazdag embernek bőségesen termett a földje,
ezért magában okoskodvén mondván, mit cselekedjen, mert nincs hová átakarnom az én termésemet. És mondan, azt cselekszem, az én csüreimet lelontom, és nagyobbakat építek, és azokat takarom minden gabonámat és az én javaimat. És ezt mondom az én lelkemnek. Én lelkem, sok javaik vannak, sok esztendőbe eltéve, tedd magadat kényelembe, egyél, igyál és gyönyörködjél. Mondd neki az Isten, bolond, az éjjel elkérik a te lelkedet, te tőled, és amiként pedig készítettél, kiélesznek. Így van dolga annak, aki kincset takar magának, és nem az Istenben gazdag. Okay, so let's read from verses 15. It says, then he said to them, Jesus said to them, watch out, be on your guard against all kinds of greed. A man's life does not consist in the abundance of his possessions. And he told them this parable. The ground of a certain rich man produced a good crop. He thought to himself, what shall I do? I have no place to store my crops. Then he said, this is what I will do. I will tear down my barns, build bigger ones, and there I will store all my grain and all my goods. And I will say to myself, you have plenty of good things laid up for many years. Take life easy. Eat, drink, and be merry. But God said to him, you fool, this very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? This is how it will be with anyone who stores up things for himself, but is not rich towards God. Okay, so that's it. Ez a történet egy nagyon gazdag emberről szól. So this story is about a very wealthy man. Szerintetek ez a gazdag ember boldog volt? Do you think that this rich man? Ki az, aki azt mondja, hogy boldog volt ez a gazdag? How many of you can say that he was a happy man? Nem látok egy kezet sem. Valóban nem boldog ez a gazdag. Because he wasn't happy indeed. Nagyon gazdag volt. But he was very wealthy. Nagyon sok pénze volt, nagyon sok értéke volt, ezt mondja a Biblia. He had lots of money, he had lots of things. Ha ma az embereket megkérdeznék az utcán, and today if you would ask the man on the street, nagyon sokan azt mondanák, hogy én is ilyen gazdag ember szeretnék lenni. Many would say, yes, I want to be a wealthy man. És azt hiszik az emberek, hogyha majd fizikálisan gazdagok lesznek, akkor nagyon boldogok is lesznek. And many people think that if they have physical riches, those things can make them happy. És az ember elérte a gazdagságot, and this man actually reached some kind of wealthiness. De a történet arról is szól, hogy ez a világ legszegényebb embere volt a szívében. But in his heart, this story says that he was the most poor, the poorest man on the world, earth. Benne van a szívében a szegénység szelleme. Because in his heart, he had the spirit of poverty. Nagyon sok fizikai értéke volt. He had lots of physical values. Nagyon sok pénz nem volt neki. Lots of money. De semmi másban nem gondolkodott, csak önmagában. But he could only think about himself. Ezért az első dolog, amit a vezetőknek szeretnék már elmondani. So the first thing that I would like to tell to the leaders. Hogy az élet nem a fizikai javakban van. Life is not about physical. Ezek things. Nagyon fontosak. Those things are important. Mond valaki elment, hogy fontosabb pénz és az anyagi javak. Do you think that physical goods, money, are important? De nincs benne élet. Of course, but those things cannot contain life. Az élet a szívben van. Because life is contained in the heart. Valaki egy ámen? Can you say amen to me? Nagyszerű. Hát látjuk ezt az embert, aki nagyon gazdagként, de nagyon szegény szívvel élte az életét. So we see this man who was some ways he was very rich, but he was a very poor man in his heart. Teljesen megkötözte őt a szegénység szelleme. And he was bound by the spirit of poverty. És eltévesztette az életében a célt. And he actually missed the goal of his life. Ugyanis a fizikai gazdagság, a fizikai értékek soha nem lehet cél egy hívő ember életében. Because physical riches and physical richness never can be your goal. És nekünk vezetőknek is ez nagyon fontos tanulság. And for leaders, it has a very important thing to say. Nem az a legfontosabb, hogy az embereket nagy gazdagságra vezessük. Our task is not to lead people to be rich. Ez fog jönni magától, amikor Isten követik. Because if people follow God, Isten meg fogja őket állni hozzájuk illő eledelre. God will bless them with the food suitable for them. Hanem nagyon fontos, hogy a szívüket meg tudjuk gazdagítani. What is important to enrich? A szív gazdagság nagyon fontos. The richness of the heart. Figyeljétek az utolsó verszakot, hogy mit mond? Azt mondja, hogy nem Istenben gazdag. What did the last verse, the last scripture says? It says, they are not rich in God. Isten azt akarja, hogy gazdagot legyünk. God wants us to be rich. De az a kérdés, hogy hogyan és milyen képen képzelje Isten ezt a gazdagságot? But the question is, how does God want to give us? Mit jelent az, hogy Istenben gazdag? What does it mean to be rich in God? Azt jelenti, hogy a szívében gazdag. That means to be rich in our heart.
Ez az ember nagyon sok értékkel bírt. And this man had lots of things, lots of values. Mégsem tudott adni, és mégsem tudott valamit elérni ezzel. Still, he wasn't able to give, he wasn't able to reach certain goals. Mert a szívébe való élet hiányzott. Because he missed life. Nagyon szegény volt. He was very poor. Csak magával foglalkozott. And he only cared about himself. Úgy gondolt, hogy az élet a raktárokban lesz, amiben összegyűjti a vagyonát. He thought he can gather life into his storehouses. És akkor azt mondja neki Isten, hogy mi történik a lelkeddel? But then God said to him, what about your soul? Ezért vezetők, ez egy nagy kérdés nekünk ma. So leaders, that is the question. Mi történik az emberek lelkével? What's going to happen with the soul? Bővölködik az emberek szívével? Is it rich? Tele van nagy gazdagsággal az emberek szíve? Is it full of riches? És itt megkérdezem ebben a teremben, hányan szeretnétek nagy gazdagságot elérni a szívetekben? And I ask you, those of you who are here today, how many of you wants to... Nagyon gazdag ember szeretnék lenni a szívemben. I want to get rich in my heart, very wealthy man in my heart. Mert amikor az ember a szívében gazdag, because if I am rich in my heart, akkor nem célnak látja a fizikai gazdagságot, then physical wealthiness is not a purpose for me. Nem eszköznek látja. Actually, it is a tool. Amivel szolgálni tudom Istent. It's a channel to serve God. Amivel az elhívásomat el tudom végezni. Something that can help me to fulfill my calling. És minden, amit Isten rám bíz, meg tudom tenni. And whatever God tells me to do, I am able to do it. A fizikai gazdagság szív nélkül tönkre teszi az ember. Physical riches without heart will destroy you. Látjuk azt, hogy nagy gazdagságot érted az ember. We can see that this guy, this man was very wealthy. Mégis nagyon szegény volt. Still he was poor. És ott volt a halál, a pusztulás. And suddenly he died. Ha nincs szíved a gazdagsághoz, nincs szíved ahhoz, hogy fizikai dolgokat birtokolj, akkor ez tönkre fog téged tenni. If your heart cannot bear being rich, having physical goods, that is going to destroy you. Ezért a második nagyon fontos, hogy megtanítsuk az embereket arra, so the second most important thing is to teach people, hogy a szívükkel tudják kezelni azt az értéket és gazdagságot, ami az életükben van. To teach people how to deal with those riches, those things in our life. And we are rich because we have that. We are able to worship, to praise God. We are able to think. We are able to do many things. Isten nagyon sok értékkel és talentummal ajándékozott meg bennünket. Gave us lots of valuable talents. De fontos a szív. But heart is very important. A Biblia azt mondja, hogy a szív az élet kiinduló pontja. The Bible says that all life flows out of your heart. És amikor van élet a szívemben, and if you have life in your heart, akkor mindenem, ami van, then everything that I have, összekeveredik ezzel az élettel. It's going to be mixed up with this life. Amikor alok, and when I give, és amikor szolgálok, and when I serve, akkor benne van a szívem. I can give my heart into that ministry. Tudtok egy álmon mondani? Can you say, do you understand me? Menjünk tovább. Let's move on. A szív arról is szól, hogy ki van a középpontban. Heart is about who is in the center. Ennek az embernek vajon ki volt a középpontjában az életében? In the life of this man, who do you think was in the center? Mondhatjuk az élet élvezetét is, mondhatjuk a pénzt is, meg nagyon sok minden más is mondhatunk. You can tell lots of things, enjoying life, loving money and all sorts of things. De igazából ő volt a központban. But if you just think, you can say that himself was in the focus. He himself was in the center. Amikor a szívünkben gazdagok vagyunk, when we are rich in our heart, akkor Isten helyezzük a központban. Then we put God into the center. Mert a szívből indul az élet. Because life flows out. És az életet Istentől kaptuk. And we receive life from God. És életimádók leszünk, és nem eszköz és tárgyimádók. And we will be worshippers of life, and not worshippers of tools and devices. Az életimádás azt jelenti, hogy én imádom Jézus Krisztus, mert ő az út, az igazság és az élet. And worshiping life means that I worship Jesus Christ because He is the way, the truth, and the life. And whatever I have, Isten dicsőségét láttam benne. I see the glory of God. Lehetőséget láttam benne, hogy szolgáljam vele az Urat. I see an opportunity to serve God with those things. És nem én vagyok a központban. And it's not me who is in the center. Nem Isten kerül az életem központjára. But God is going to be in the center of my life. Én lelkem, mondja az ige. And the Bible says, mi történik a lelkemmel? What's going to happen with ezt hozza bele a szolgálatba, a szív hozza bele a szolgálatba és az életünkbe az életet. You know, if you want to minister with life, you have to have a good heart, because only your heart can fill your ministry with life. Nagyon fontos, hogy túláradóan, bővölködővé tegyük a szívünket. It's very, very important to have the abundance of life in your heart. A Kolossé 3:16 a következőt mondja. Our next scripture is Colossians
3:16. Krisztus igéje lakozik bennetek gazdagon, minden bölcsességben tanítván intvén egymás zsoltárokkal, dicséretekkel, szellemi énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. It says, Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly, as you teach and admonish one another with wisdom, and as you sing psalms, hymns, and spiritual songs with gratitude in your hearts to God. Az életet adó vezetők olyan emberek, akik szívből adnak. Life-giving leaders are people who give with heart. Bármink van fizikai szinten, whatever you have in the physical, nem lesz benne élet, csak a szívből adjuk, és szívből szolgálunk benne. Nothing can bring life only if you put your mi az, ami meggazdagítja a szívet? And what is it that's going to make your heart rich? Néhány dolgot szeretnék felsorolni vezetőkhöz. I would like to just list a couple of things. Szerintem most of you know already. Az első, ami meggazdagítja az embernek a szívét, az Isten igéje. The first thing that makes your heart rich is de itt szeretnék egy pillanatra megállni. And I would like to stop here for a while. Nem csak úgy, hogy olvasom az Isten igéjét általában. Not only reading the word of God. Azt mondja, hogy gazdagon lakozik bennetek Isten igéjét, azt jelenti, hogy Isten szól hozzám az igéjéből. Réma. It says, let it be in your heart with abundance. That means réma, revelation. Amikor csak azt tudom megosztani emberek, amit én is kapok. I can only share with people what I received, what I have received. És amikor Istentől kapok kijelentést, igét, and when I receive a revelation from God, és befogadom a szívembe, and I just open my heart for it, akkor azt fogom tudni adni az embereknek. Then I'm going to be able to give it to people. Isten igéje gazdag szívre merítesz bennünket. And the word of God makes us rich. Hányatoknak van kijelentés az életében, amit Isten már szólt hozzátok az igéjéből? How many of you have a revelation from God in your life that was spoken by God? Nagyszerű. Elmondom nektek azt, hogy bármikor elővehetitek, és mindig élet fog belőle jönni, mert Istentől jött a szívetekben, és lehet, hogy szegények vagytok fizikálisan, vagy lehet gazdagok, akkor is élet fog belőle származni, mert ebből származik az élet. It's very good. I can tell you that you can just grab hold of it any time in your life, because it came from God, it's in your heart, and whenever you grab it, it is going to bring life into your ministry, into your heart. Ezért a harmadik dolog, meg kell tanítanunk az embereket, hogy meghallják az Isten igéjét, vagy mondhatnám, halljanak a szívükkel, és lássanak a szívükkel. So the third thing that we have to teach people to do is to just know God's word, to hear with their heart, and understand with their heart, not only with their mind. Látjátok ez a gazdag ember, hogy mennyire vak volt, és mennyire süket volt? You can see how blind, how deaf this rich man was. Hogyha hallott volna, látott volna a szívével, if he would have been able to egy nagyszerű vezetőnek igen tudott volna. He could have been a very good leader. Aki állás alá vigyette volna az ő népét. And he could have been able to bring his people into blessing. A második dolog, ami gazdagítja a szívet, the other thing that makes your heart rich is a Szent Szellemnek a munkája, a Szent Szellemnek a kiáradása az emberi szívben. The work of the Holy Spirit, the outpouring of the Holy Spirit in your heart, in your life. Hányan szeretitek Isten szellemét? How many of you love the Spirit of God? Most mondjuk el neki, szeretünk téged, Szent Szellem. Just tell him, we love you, Holy Spirit. Amen, szeretünk Szent Szellemet. We love you, Holy Spirit. Nagyon szeretünk Szent Szellemet. We love you, Holy Spirit, very much. Amikor a Szent Szellem bejön a szívedbe és az életedbe, and when the Holy Spirit comes into your life, akkor életed hoz. Then it brings life with him. És megáll téged, és vezet téged. And he's going to bless you, to lead you. És ezt fogod tudni továbbadni az emberek. And you are going to be able to share it. Amikor szolgálsz az emberek felé. When you are ministering. Amikor beszélsz az emberek felé. When you are speaking. A szívedből a Szentlélek által ezek a szavak kijönnek. By the Holy Spirit, those things, those words, those utterances can flow out of your heart and bring life. Aztán nagyon fontos bővölködés, az ima. Very important kind of abundance is the abundance of prayer. Én nagyon szeretek imádkozni. I love to pray. És amikor imádkozom, és Isten jelenlétébe bekerülök, and when I pray, when I get into the presence of God, tudjátok, mindig csoda történik velem. There's always a miracle. Akarjátok tudni, mi ez a csoda? You know what this miracle is? Isten is szól hozzám. God speaks to me. Ha akarod, hogy Isten szóljon hozzá, ezzel kezdtük el, akkor kell, hogy imádkozzál. And that's where we started. If you want to hear God's voice, if you want God to speak to you, you have to pray. De akarjátok tudni, hogy kezdtem én az imádkozás, mikor fiatal vezető voltam? Do you want to know how did I start to pray when I was a young man? Körülbelül 100 kérésem volt minden egyes imádkozás alatt.
During all my prayers, I have approximately 100. God, I love you. You're amazing. You're awesome. De most hallgass meg a következő kéréseimet. And now just listen to my requests. És akkor kiértem. This, and this. És vártam a választ. And I was waiting for the answer. De nem ilyen ima életre gondolok most. But I am not talking about a prayer life like that. Hanem amikor dicsérem Isten. I'm talking about amikor szeretem Isten. Loving God with your heart. És utána megvárom, hogy ő is szóljon hozzám. And waiting for him to speak to you. És amikor csendben vagyok. And when I'm quiet. Amikor várok rá. When I'm waiting for him. Akkor ő mindig eljön és szól hozzám. He always comes. És tudjátok, olyan élővé teszi az életemet. And makes my life alive. És mindig mond valamit, amire szükségem van. And always tells me something that I need. Nagyon szeretem, amikor Isten szól hozzám. And I love when God speaks to me. A nagyon fontos bővölködés, amikor Isten felkent szolgálói tanítanak bennünket. Very important, kind of abundance, when the anointed ministers of Christ teach us. Amikor ők tanítanak Isten szellemétől fölkenve, but people teach us, anointed by the Holy Spirit, akkor ez meggazdagít minket, ha befogadjuk a szívünkben. That can make us rich in our heart, if you accept what they say. Nagyon fontos része, a bizonságtétel. Miközben mi bizonságot teszünk Istenről, testimony. Testifying is very important because when we testify about God. Észrevettétek már, hogy mikor befejeztétek a bizonságtételt, hogy gerjedezik a szívetek? Tele van örömmel a szívetek? Have you ever noticed that you testify to someone and in the end your heart was full of joy? Your heart was full of joy. Annyira tele van a szívünk örömmel. It was full of joy. Elmondtuk, hogy kicsoda nekünk Jézus. Because we shared with someone who is Jesus for us. És ha valaki van, egy megment egy bűnös embert, akkor nagy öröm van a mennyben. And you know, if you are able to save one, az egy nagy gazdagság. There's a great joy in heaven. Az egy végkívül nagy érték, hogy ilyen embert Istenhez vezetett. That's a great value for God. Halleluja. Dicsőség Istennek. To him. Praise God. Halleluja. Halleluja. Aztán az elhívásunk. Or calling. Mi vezetők tudjuk az elhívásunkat. We leaders know our calling. Szeretnénk odaállítani az embereket Jézus Krisztus elé. And we would like to stand our people in front of Jesus. Szeretnénk, ha fölnevekednének az emberek. We would like to see them grow up. Szeretnénk, ha szolgálnák Istent az emberek. We would like to see them serve God. És így elmondhatod, hogy mennyi mindent szeretnénk. And you can tell whatever you want in your ministry. De nagyon fontos tudnod, amikor az elhívásodban szolgálsz és élsz. But you know, it's very important for you to know that when you are living and serving in your calling, in your destiny. Akkor te egy gazdag szívű ember vagy. Then you are a rich man in your heart. Mert Isten nagyon sok szellemi ajándékot fog veled közölni. Nagyon sok erőt fog veled közölni. És minden megvan, amire szükséged van. Because God is going to give you lots of spiritual gifts, lots of power, and actually He's going to give you anything that you need in that ministry. Hányan mondjátok, hogy a szolgálathoz nagy erő kell? How many of you can say that you need lots of power? Mikor kapok Istentől erőt? When you receive, when we are strong in our heart. Amikor azt csináljuk, amit Isten nekünk mondott. We are strong in our heart when we do what God tells us to do. Akkor legyőzhetetlenek vagyunk, és erősek vagyunk. Then no one can overcome us. Köszönöm, valaki mondta egy átmenetet. Én azt hiszem, hogy nem egyszerű. Van itt egy nagyon-nagyon bátor vezető. Kértek tőlem? Bold leader. Valami. Szerintem ez egy jó ígéretés. I think that's a good preaching. Mert Isten ígéret hirdetem. Because I'm preaching the word of God for you. Okay. Aztán a következő, nagyon fontosak az ajándékai. The next very important things. Gazdag szív azt jelenti, hogy Istentől kaptam ajándékot. A rich heart means that I have presents. Isten egy ajándékozó Isten. Because God is a Isten egy adó Isten. Giving God. És ő a giver. And he gives. Dicsőség Istennek ezért. Praise God for that. Engedjétek meg, a végén szeretnék felsorolni egy pár dolgot, ami tönkre teszi az adó szívet. There are a couple of things that can ruin, destroy a giver's heart. Mi arra vagyunk elhívva, hogy adjunk. We are called to give. Méghozzá élettel együtt adjunk. And we have to give. Szívvel együtt adjunk. With our life, with our heart. Ezért Isten meg akar bennünket áldani. So that's why God wants to bless us. Az első dolog az, amikor bejön a szegénység a szívbe, a szegénység szelleme, az első jel,
mikor nem szeretünk adni. But sometimes poorness wants to come into our heart, and you can actually notice that poorness wants to come into your heart when you are not willing to give. Láttatok már olyan embereket, akik tudtak volna, és mégsem adtak az idejükből, nem adtak a képességükből, sem adtak a pénzükből sem Isten. Have you ever seen people who could have give to God, but they have never given from their time, from their money, from their ministry? És ez teljesen független, hogy kinek milyen az anyagi helyzete. And you know, that has nothing to do with your financial situation. Szegény emberek is lehetnek nagyon szegény szívű emberek. Poor people can also be poor-hearted people. De ha valakinek van élet a szívében, az adni akar. But if you have life in your heart, adni az időből, méghozzá a legjobbat Istennek, tudtok egy állat mondani? You're eager to give the best. Adni a szívemből, mert szeretem az Istent. Because I want to give the szeretem, amit csinálni. I love him, I love him. Mert a szívből indulunk az élet. Because life flows out of my heart. Ráfolyik minden terület az életemben, a szívből csinálom. Flows into every area of my life. Nagyon a különbség van a szívből végzett munka és a szívtelen kényszerből végzett tevékenység között. There's a big difference. If I serve God with all my heart, or if I just do the ministry and I just don't give my heart into it. Amikor gazdag a szívem, akkor adni akarok. Because if my heart is rich, I'm eager to give. Nem magamnak, hanem másoknak. Not for me, not because of myself, but for the good of others. Amikor valakinek szegény a szíve, az nagyon sokat fél és aggódik. If you have a poor heart, that means that that person is always afraid and worried. Tudjátok, hogy Istennek az akarata az, hogy megszabaduljunk a szívünkben a félelemtől és az aggodalomtól? You know, the will of God is for us to get rid of worrying, being afraid and fear. És Isten gazdaggá akar bennünket tenni, hogy békesség legyen és szabadság legyen. Amen. God wants to set us free, make us rich. Ezen give peace. Ez egy nagyon fontos, tudod, amikor félelem és aggódás jön az életedbe, akkor jött a szegénység szelleme. So, if you notice that there is lots of fear, lots of worry in your heart, that can be the spirit of poverty. Gyakorlatilag az ördögnek semmit sem kell tennie, te fogod tönkretenni az életedet. And literally, practically, the Satan does not have to do anything because it's you who are going to destroy your own life. De ha gazdag a szíved és nincs benne félelem, but if your heart is rich and you don't have fear in it, akkor bátor vagy. Then you are bold. És legyőzöd az ellenség. And you are going to overcome. És egész életed szabadságban van. And your whole life is going to be in freedom. Mert azt tudod mondani, az Úr velem, kicsoda ellened. Because you are going to be able to say, if the Lord is with me, és who can come against me? Mi vezetők tudjátok, hogy mikor adunk a legtöbbet? And you know, we leaders, when do we give the most? Amikor látják az emberek a szívünket. When people are able to see our heart. Mi van a szívemben? What is in my hogyan gondolkodom? How do I think? Hogyan élek? How do I live? Hogyan viselkedem? How do I act? Vajon félek, rettegek? Am I afraid? Am I worried? No. Isten meggazdagított engem az ő jelenlétével. God made me rich with His presence. Aztán nagyon fontos jellemző, hogy a legdrágább, a legjobb időt adom Istennek, vagy ami marad, azt adom Istennek. Very important thing to take care of. Whether I give the most precious time in my life to God, or I just give Him from the time I don't need. Gazdag szívű emberek a legjobbat adják Istennek. Because the people with rich heart give the best to God. Elhiszitek, hogy ez az ember azt mondta volna, hogy most már mindenem megvan, ezért szolgálhatom az Urat egész életemben. Milyen csodálatos lett volna. Just imagine what would have happened if that person would say, well, I'm now rich in my life, so in my life I'm going to serve God from now on. Azért ad nekünk Isten házat, azért ad autót és mindent, hogy szolgáljuk vele az Urat. God gives us a big house, a good car and everything to serve Him with all those things. Mit mondott az ember? Enni fogok, inni fogok és mulatozni fogok. What did this person say? What did this guy say? He said, I'm going to enjoy life, I'm going to have fun. Semmi idő nincs Istenben. I don't have time for God. Nincs időm Isten szolgálatára. I don't have time for ministry. Én akarom az életemet saját magamra költeni. I want to spend my life unto myself. De a gazdag szívű ember ad időt Istennek, méghozzá legjobbat. But if you look, if you amen. Rich heart, changing the case, you can give the best to God from your time, from everything that you have. And no one is forcing you to do that. Azt mondja, de hogy jobb egy nap nálad, mint ezer esztendő máshol. David says, one day is better in your courts than a thousand elsewhere. A legjobbat érdemel Isten. God, a legjobb vizet és a legjobbat. Az életemben a legjobbat érdemel. Best of everything in your life. De a szívem szegény, akkor nem is foglalkozom Istennel. If my heart is poor, actually I don't care about God at all. De a szívem tele van hálával. But if my heart is full of gratefulness, akkor alig látom, hogy mehessek ezt.
I can hardly wait to go and see him and be with him. Nagyon-nagyon fontos, hogy a szegény szívű ember a körülményeit okolja, hogy ő miért nem sikeres. You know, if you're a poor-hearted people, you are going to blame your circumstances for not being successful in your life. Tudjátok, hogy miért teszik ezt az emberek? And do you know why people do that? A szegény a szívű. Because they have a poor heart. Mert Isten nem látják forrásnak. Because they don't look at God as the source. De tudod, hogy nem a körülményekből veszel áldást, hanem Istentől veszel áldást? Do you know that your blessings never come from your circumstances? They always come. Akármilyen szegény a környezet. No matter how poor your circumstances are. Akármilyen problémákkal állok szemben. Doesn't matter how problems, what problems we have to face. Akármilyen nagy az ellenség, amely szemben van vele. Doesn't matter how great is the enemy that I have to face. It doesn't matter. Ha az Úr velem van. If the Lord is with me. Ha ő van velem. If he gives me. Ha ő segít engem. If he helps me. És az a szegény szívű ezt nem látja. And someone with a poor heart is not able to see that. Hiszen olyan szegény, hogy ideje sincs Isten. Because he is that person is so poor that he doesn't even have time for God. Vajon a cél az életben az, hogy együnk, ígyunk? What's your purpose in life? To eat and drink? Vagy pedig az a cél az életben, hogy legyünk Isten dicsőségének? Or to be the glory of God. És a gazdag szívember ezt tudja, és ezért ő azt mondja, hogy Isten a forrásom, és bármilyen a körülmény, ő majd megsegít nekem. Which hundred people know that, and they can say, it doesn't matter what circumstances I am amongst right now, God is going to help me. Mi magyarok nagyon sokat okoljuk a környezetünket, a kormányt, az embereket, mindenkit. You know, Hungarian people have a tendency to blame the government, the circumstances, and everything. Vezetők, tanítsuk meg az embereket, arra successful. Isten forrásnak lássák. But leaders, we have to teach people to see God as a true source. Amen. Amen. Nagyon-nagyon fontos, és utoljára azt hiszem 5 percet van, 5 perc. The last thing, maybe I have 5 minutes more, I think. A szegény szívű ember nem örül más sikerének. Poor-hearted person is not able to rejoice when he sees someone else's success. Láttatok már irigy embereket? Have you seen jealous people? Miért irigyek az emberek? Why people are jealous? A szegény a szívű. Because their heart is poor. Eszükbe sem jut, hogyha látnak egy embert, akit Isten megáll. If they see someone, a blessed person. Hogy őket is Isten meg fogja tudni áldani. The last thing that comes to their mind is that God is going to bless them. És nem örülnek más sikerének és más áldásának. And because of that, they are not able to rejoice over someone else's blessing. De a gazdag szívű emberek örülnek. But the rich-hearted people. Annyira örülnek, hogy úgy érzik, mintha velük történt volna meg. And they see a blessed man, they feel as though it happened to them. Ha ő megáldotta, Isten engem is meg fog. Because they say, if God blessed that person. Halleluja! Dicsőség Isten. He is going to bless me too. Yeah. Praise God. És akkor az ilyen ember azt látja, ó, már nagyon közel jár hozzám Isten áldása. And those people say, if that person is blessed, then the blessing of God has to be very close to me too. Az Úrban megáldott a testvérem, most én következem. God bless my brother, now it's my turn. Halleluja! Halleluja! Gazdag szív. Rich heart, egy adó szív, a giver, ami mozgatja az energiánkat, a képességeinket és minden, a szív. Our energy, everything that we have is the heart. Aztán még egy dolog, nagyon nagy vágy van az ember szívében, a gazdag szívben, hogy tegyek valamit Istenért. A rich heart always has a great desire to do something for God. Mikor eljövök egy Isten tiszteletre, when I come to church, Sunday meeting or akkor én szeretnék mindenben részt venni. I want to take part in everything. Szeretnék mindenben aktív lenni. I want to be active. Mert a szívem gazdag. Because my heart. És én azért jöttem, hogy adjak az Istennek. And I came to give. Nem elsősorban kapni akarok, hanem először adni akarok. The first thing that I want to do is give, not to receive. Nagyon sok ember ki akar lenni az Isten áldásaiból, de semmit nem tesz bele. Many people want to receive the blessings of God, but they don't put anything. Lehet, hogy pénzt lehet gyűjteni a bankba és raktárakba. And you can gather your money in your bank account, in your storehouses, wherever you want. De Isten áldását nem lehet csak a szívbe gyűjteni. But the blessings of God are only storable in your heart. És amikor kinyitod a szívedet Isten előtt, ez azt jelenti, and when you open your heart to God, that means, hogy jössz és mindent megteszel, hogy ő kapjon először.
that you come and do everything, that he will be the first one. Tudtok egy áldás mondani? Can you say amen? Miért az Úr, hogy ő kapjon először? Because the Lord is worthy to receive from our heart. Kitöltöm a szívemet Isten előtt. I just pour out my heart. Odaadom a hálámat, a szeretetemet. Give my thanks, my love. Részt veszek a dicséretben. Take active part in the worship. Mindenben, amit a gyülekezetre végez, igyekszek részt venni a dolgokban. Church does. I want to be part of that. Mert én szeretnék adni Isten. Because I want to give to God. És az utolsó. The real last thing. A szegény szívű ember magát szerencsétlennek látja. Someone with a poor heart always sees himself as a very miserable person. A gazdag szívű ember pedig mindenben áldottnak látja magát. And the rich hearted people see themselves blessed. Néha még bolondnak is nézik őt. Sometimes those people are considered a fool. Hiszen azt mondják, hogy annyi problémád van és nehézséged van. Because people say, we have lots of problems, lots of hardships and still. Biztos valami nem stimmel nálad. You're happy. Nem látod, hogy mennyi problémát right with you? Can't you see how many problems you have to face? Nem látod, hogy mindenben sok szükséged van? Can't you see how many areas are you lacking? Igen, de ő lát a szívében. Yes, of course, but he sees those people see with their heart. És azt mondja, az a probléma, hogy ma van, már holnap nem lesz. And they say, well, I can have problems today, but tomorrow they are going to be gone. Most szegénységben vagyok, majd az Úr megáld engem. Today, I'm in poverty. Mert keresem először Isten országát, és minden más megadatik nekem. Because at first I'm seeking the kingdom of God, and everything else is going. És megígérte az Úr, hogy hozzám jövő eledel letáplálni. The Lord has promised to give me food that's for me. Látok a szívemben. It's suitable for me. Szerencsés embernek tartom magam. So I have to surprise them like a person. Mert Isten velem van. And God is with me. Ezért a szívemet adom neki. That's why I give my heart to him. És az adás a szívből indul ki. And you know, giving always comes out of your heart. Kérlek, drága vezető, továbbra is tanuljunk kapni Istentől. So, precious leaders. Hányan gondoljátok, hogy ezt még nem tanultok meg teljesen. Még van mit tanulni, hogy hogyan tudjuk kapni az Istentől. We always have to learn how to receive a good heart. Én szeretnék tanulni, hogy kaphatok az Istentől. I want to learn how to receive. És nagyon fontos, hogy megtanítsuk az embereket, hogyan tudnak átvenni. And it's very important to teach people. And szabaduljunk meg a szegénységtől. So, I wish that all of us would be able to get rid of our... Legyünk Isten szerint gazdagok. Let us be rich according to God. És lesz mit adunk. And we will have, and we'll always have something to give. Az Úr áldjon meg benneteket. Thank you. Thank you, Pastor.